A nyelvekre fogékony, az informatika iránt, a matematika és fizika iránt, a sport, a történelem, vagy éppen biológia és földrajz iránt érdeklődő fiatalok mind megtalálhatják a számításaikat a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban, mely iskolában több tárcsoportot oktatnak emelt szinten. Mindegyik képzési típusban kiemelt az idegen nyelv, ami az intézmény eredményein meg is látszik. 9 felsőfokú és 155 középfokú nyelvvizsga bizonyítvány az eddigi eredmény, és a sport is fontos szerepet tölt be az iskola életében. Iskolánk a térség legfiatalabb intézménye, most kezdtük 29. tanévünket, és nagyon széles palettát kínálunk a hozzánk jönni kívánó diákok számára. Van 6 évfolyamos képzésünk, van 5 évfolyamos, illetve 4 évfolyamos képzés. Minden egyes képzésünkben kiemelt szerepet és hangsúlyt kap az idegen nyelvoktatás, hiszen az angol nyelvet mindenütt emelt szinten tanítjuk. 6 évfolyamos képzésünkben az idegen nyelv mellett testnevelésből, mozgásból, illetve informatikából kínálunk plusz óraszámot. Az 5 évfolyamos képzésünkben 2 osztály vesz részt, az Arany János Tehetséggondozó Program, amely egy egyedi tanrenddel rendelkezik, és jól bevált képzési forma, illetve a nyelvi előkészítőre épülő, utána pedig nyelvi osztályként haladó csoportunk, ahol az idegen nyelvek kapnak nagyobb óraszámot, illetve van 4 évfolyamos képzésünk, amelyben igen színes a választék, humán tagozatos rész, matematika, fizika, informatika, és szeretnénk beindítani majd egy biológia-földrajz képzést is, hiszen nagyon fontos, hogy a természettudományok irányába próbáljuk orientálni a diákjainkat. A tanórai oktatás és megmérettetés mellett az iskola igyekszik versenyeken is indítani a diákjait, mondta el híradónknak Bújdos Márta igazgató. Nagyon fontos számunkra, hogy a diákjaink a jó tanulmányi eredmény mellett külső megmérettetéseken is részt vegyenek, és büszkén mondhatom, hogy minden képzési típusból többfajta versenyen vesznek részt. Ezek a versenyek még folyamatban vannak, de vannak olyan eredményeink, hogy már más országos szinten második fordulóban fognak versenyezni a diákjaink. Matematikából az Arany Dániel matematika versenyen, ahol a 9-10-eseink vesznek részt, ők, ez tulajdonképpen az OKTV-nek az előszobája is mondhatjuk, egy komoly feladat megoldó verseny, ahol 2 diákunk fog második fordulóban versenyezni. Előző években is volt olyan diákunk, ahol aki itt sikeresen versenyzett, és OKTV-n tovább küldhető dolgozatot írt, és tényleg csak 2-3 ponttal maradt el abból, hogy tovább juthasson a második fordulóba. Szép eredményeink vannak informatikából. A Nemes Tihamér alkalmazói versenyen több diákunk is második fordulóba jutott. A humán területen belül is több versenyen vesznek részt az iskola diákjai. A történelmet tekintve a Szavária verseny második fordulójába jutottak idén, és az estöri és kosári domokos versenyeken is eredményesen vettek részt. Irodalomból szintén regionális és országos versenyeken is indultak. Érdekesség a Harry Potter verseny, ahol az eredeti angol nyelvű könyvhöz kötődő feladatokat kell megoldaniuk angolul a versenyzőknek. Ezen a versenyen országos döntőbe jutott a 7. és 9. évfolyamosokból álló csapata is az iskolának. Ezek a versenyek zajlanak még. A nyelvekre fogékony, az informatika iránt, a matematika és fizika iránt, a sport, a történelem, vagy éppen biológia és földrajz iránt érdeklődő fiatalok mind megtalálhatják a számításaikat a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban, mely iskolában több tárcsoportot oktatnak emelt szinten. Mindegyik képzési típusban kiemelt az idegen nyelv, ami az intézmény eredményein meg is látszik. 9 felsőfokú és 155 középfokú nyelvvizsga bizonyítvány az eddigi eredmény, és a sport is fontos szerepet tölt be az iskola életében. Iskolánk a térség legfiatalabb intézménye, most kezdtük 29. tanévünket, és nagyon széles palettát kínálunk a hozzánk jönni kívánó diákok számára. Van 6 évfolyamos képzésünk, van 5 évfolyamos, illetve 4 évfolyamos képzés. Minden egyes képzésünkben kiemelt szerepet és hangsúlyt kap az idegen nyelvoktatás, hiszen az angol nyelvet mindenütt emelt szinten tanítjuk. 6 évfolyamos képzésünkben az idegen nyelv mellett testnevelésből, mozgásból, illetve informatikából kínálunk plusz óraszámot. Az 5 évfolyamos képzésünkben 2 osztály vesz részt, az Arany János Tehetséggondozó Program, amely egy egyedi tanrenddel rendelkezik, és jól bevált képzési forma, illetve a nyelvi előkészítőre épülő, utána pedig nyelvi osztályként haladó csoportunk,
ahol az idegen nyelvek kapnak nagyobb óraszámot, illetve van 4 évfolyamos képzésünk, amelyben igen színes a választék, humán tagozatos rész, matematika, fizika, informatika, és szeretnénk beindítani majd egy biológia, földrajz képzést is, hiszen nagyon fontos, hogy a természettudományok irányába próbáljuk orientálni a diákjainkat. A tanórai oktatás és megmérettetés mellett az iskola igyekszik versenyeken is indítani a diákjait, mondta el híradónknak Bújdos Márta igazgató. Nagyon fontos számunkra, hogy a diákjaink a jó tanulmányi eredmény mellett külső megmérettetéseken is részt vegyenek, és büszkén mondhatom, hogy minden képzési típusból többfajta versenyen vesznek részt. Ezek a versenyek még folyamatban vannak, de vannak olyan eredményeink, hogy már más országos szinten második fordulóban fognak versenyezni a diákjaink. Matematikából az Arany Dániel matematika versenyen, ahol a 9-10-eseink vesznek részt, ők, ezt tulajdonképpen az OKTV-nek az előszobája is mondhatjuk, egy komoly feladat megoldó verseny, ahol 2 diákunk fog második fordulóban versenyezni. Előző években is volt olyan diákunk, ahol aki itt sikeresen versenyzett, és OKTV-n tovább küldhető dolgozatot írt, és tényleg csak 2-3 ponttal maradt el abból, hogy tovább juthasson a második fordulóba. Szép eredményeink vannak informatikából. A Nemes Tihamér alkalmazói versenyen több diákunk is második fordulóba jutott. A humán területen belül is több versenyen vesznek részt az iskola diákjai. A történelmet tekintve a Szavária verseny második fordulójába jutottak idén, és az estöri és kosári domokos versenyeken is eredményesen vettek részt. Irodalomból szintén regionális és országos versenyeken is indultak. Érdekesség a Harry Potter verseny, ahol az eredeti angol nyelvű könyvhöz kötődő feladatokat kell megoldaniuk angolul a versenyzőknek. Ezen a versenyen országos döntőbe jutott a 7. és 9. évfolyamosokból álló csapata is az iskolának. Ezek a versenyek zajlanak még.